Jó reggelt mindenki! Sok szeretettel köszöntünk benneteket a ma reggeli beszélgetésünkben Palackó Andrással. Hogyha látni fogom már, hogy kik nézik ezt a live-ot, akkor Andrást hozzá fogom tudni adni. Jó reggelt! Szia János! András itt van. Hát még egy perc, nem tudlak hozzáadni, vagy legalábbis nem érje ki ezt az opciót. Úgyhogy várok egy pillanatot, mindjárt majd reméljük, hogy ez megváltozik. Az van, hogy látlak András, csak nem írja ide azt a opciót, hogy hozzá tudlak adni. Na, majd mindjárt. Addig is sziasztok mindenki! Ma reggel nagyon-nagyon izgi beszélgetésem lesz az Andrással. A szexről és a pénzről fogunk beszélgetni, de egy teljesen más beszélgetés lesz, mint amire gondolunk. Vagy gondoltunk, hogy mi is ez a szex és a pénz. És pluszba hozzájön majd a befogadás, és hogy mit is csinál ez a három dolog. Már 15-en vagyunk, wow, köszi. Na, ezt elfelejtettem venni. Kis türelmeteket kérem, itt figyelem közben, hogy tudnám hozzáadni Andrást, de eddig még nem jelent meg nekem. Egyedül a Fábián Andit és a Körmöci Mariant engedni, hogy hozzáadjam. Szia, Szilvi! Szia, Roberta! Hello, Geri! Jó reggelt mindenkinek! Kicsi türelmet kérünk, mindjárt megoldjuk ezt a kis valamit. Majd Andrást kérem, hogy nem tudom, hogy most nézze minket, vagy sem. Mi kellene ahhoz, hogy ez könnyedén megoldódjon? Itt van András, már adom is. Igen, igen, itt van az én szexpartnerem ma reggelre. Halihó! Szia, András! Szia! Úgy néz ki, hogy... ilyen korai szexben részed? 41 ember előtt? Hát 41 ember előtt nem, de volt, hogy arra ébredtem, hogy már csináljuk, és hogy a francba történt ez. Jajaj, akkor rögtön az első 30 másodpercben kiderült, hogy ez egy nagyon, nagyon disznó beszélgetés lesz. Hát el is vártam. Úgy néz ki, hogy úgy tudtam csatlakozni, hogy gépet kellett váltom. Számítógépen nem engedte, viszont a mobiltelefonnal igen. Szuper! Oké, akkor most már mindent értek, ugyanis nem tudsz Facebook Live-ba becsatlakozni számítógépre, azt elfelejtettem mondani. Jó, én ezt nem tudtam. Na, semmi gond. De most már ezt is tudjuk. Hát, ja, a szexnek és a pénznek is egy a lényege, folyamatosan tanulni. Na, hát akkor meg is érkeztünk rögtön ide a témánkhoz, szóval ugye én találtam ki ezt a témát, de tulajdonképpen ez egy másfajta beszélgetés lesz, aztán majd meglátjuk, hogy merre megyünk. Én nem akartam ezt így kitalálni, de én ugye tőled hallottam életemben először azt, hogy hogyha nem szexelsz, akkor nem fogadsz be. Ha szexelsz, akkor befogadsz. És hogy ez egy ilyen emberi nézőpont. Mármint, hogy nem azt hallottam, hogy ez így van, hanem hogy ez a nézőpont ebben a világban. Aha. De hogy szerettem volna veled arról beszélgetni, hogy mi van ezen túl, és hogy hogyan is jön össze ez a három dolog egymással. A szex, a pénz, a befogadás, és erről szerettelek volna téged kérdezgetni ma reggel. Wow. Hűha. Jó. Tehát így nagyon komoly, tehát mivel nem beszéltünk meg semmit, nekem az jutott eszembe kapásból, hogy mi köti össze a szexet és a pénzet, hogy gyakorlatilag a két legelítéltebb dolog a világban, két legjelentőségtelibb dolog, tehát mindent megteszünk azért, hogy megszerezzük, vagy hogy elkerüljük. És sőt, hogyha igazán skizó éppen az ember, akkor a kettőt egyszerre csinálja, megpróbálja megszerezni és elkerülni. Ja, szóval egy hihetetlen nagy, tehát így esetleg még hozzácsaphatnánk a halált.
És akkor okay, teljes lenne a kép, hogy kiakasszunk. Kiakasszunk mindenkit. Én benne vagyok. Figyelj, már 57-en vagyunk, hogyha olyan jól teljesítünk, mint a múltkor, akkor szeretném ezen a pontján elmondani ennek a beszélgetésnek, hogy nagyon szépen köszönjük az Andrással. Több mint 17 000-en látták a múltkori Facebook live-unknak az anyagait az összes platformon. Igen, ezt szeretném neked elmondani, még nem is mondtam el neked. Szóval mi kellene ahhoz, hogy ezt 30 000-en lássák, és hogy ez egy tényleg olyan beszélgetés legyen, ami megmutat valami teljesen új perspektívát, vagy nézőpontot ezekről a dolgokról. Úgyhogy hozzácsaphatjuk a halált, én benne vagyok. Én közben meg is hoztam ezt a beszélgetést akkor, hogy biztos eljusson mindenkihez a okay. Ja, a pénztudatosság csoportban meg a tudatosság játszóterében már tettem. Várjatok. Nagyszerű. Én jó, közben figyelek közben... egyébként. Oké. Okay. Jó. Tehát akkor közben mondom, hogy mi ez a befogadás, elfogadás, meg ilyesmi, és hogy miközben a szexhez, és miért keverjük össze a dolgokat. Ha. Szóval... Jajjaj. Várjatok. Oké. Okay. Szóval az van, hogy van egy olyan nézőpontunk ebbe a világba, hogy akkor a legteljesebb a befogadás, hogyha szexelünk. És tényleg ez nem csak egy ilyen még primitív nézőpont, hogyha igazán befogadsz, akkor dugsz velem, hanem konkrétan eljutottunk oda, hogy Majával beszélgetünk, hogy van egy hihetetlenül kedves, aranyos, olasz leányzó, aki a tolmácsok egyike. Most többen találkozhattak vele, mert ő volt az egyik, aki megszervezte a Bars adást a gyerekeknek az iskolába, Kiara. Kiara, ő annyira, igen, annyira kedves, és annyira nagy lelkű és szeretetteli, hogy így Maja egyszer csak azt mondta, hogy úristen, hogyha még többet befogadok tőle, akkor ez már körülbelül olyan érzés, mint hogyha ágyba kéne vele bújni. És hogy néztük, hogy mi az Isten ez, és így rájöttünk, hogy nem, erről szó nincs, csak tényleg ennek a világnak van egy ilyen nézőpontja, hogy odáig kell elmenni. És egyébként ezen nem... Tehát ezt nagyon régen fölismerték, szinte az összes ilyen nagy vallási rendszerben van egy ilyen szexuális szimbólum, tehát a legegyszerűbb a yin-yang jel, meg hát a buddhizmusban is bizonyos szinteken gyakorlatilag szeretkező buddha párként ábrázolják a teljes tudatosságot, a megvilágosodást. Egész egyszerűen van egy ilyen megosztottság, hogy én meg a világ, és ezt legegyszerűbben ennek az egységét szexuális szimbólumokkal írják le. És tényleg van egy ilyen energia, amikor már semmit nem zárok ki a világomból, akkor az olyan, mintha teljes egyesülésben lennék. A szem a látvánnyal, a fül a hanggal, én a világgal, hogy ez a, ne, nem elválaszthatóak ezek a dolgok. És gyakorlatilag ez az, amit próbál ez az úgynevezett befogadás megragadni. De ez gyakorlatilag nem arról szól, bár szexuális maga a szimbólum, hogy itt ehhez dugni kéne, hanem egyszerűen van egy elválaszthatatlanság közöttünk. Tehát ez az egyik dolog, és ez a világ azt hiszi, hogy az igazi befogadás az a konkrét szexuális aktusban történik meg. Holott, hogyha valaki tök őszinte magával, akkor rádöbbenhet, hogy lehet, hogy az álmaiban ott van, de hogy gyakorlatban ezt szinte senki nem éli meg. Ott lehetünk teljesen fizikailag,
egybefonódva, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy megéljük az egységet. Tehát ugye az jut eszembe, hogy van egy Rés nevű kedvenc punk együttesem, ők mondják azt, hogy tengerszintje alatt hús szalad a húsba, tengerszintje felett mehetek a búsba. Tehát így... Tehát egy legfőjebb azt hisszük, hogy ott van egy egység, de sajnos nem igazán. Persze törekedni azért érdemes a dologra. Na most, és a befogadást ezt egy csomóan úgy értelmezik, hogy ja, és akkor jön a pénz, és akkor én azt befogadom. Kicsit fura ez a befogadás, mert hogy az angol szó, amit használ Gary erre, az a receive, az fogadni. Nem be, nem el, hanem egyszerűen fogadni. Tehát konkrétan a régi telefonokon a telefonkajló, az is a receiver, ahol fogadod az információt, de most be vagy el, ezt így magyarul így jön ki, mert így szoktuk használni égekötővel együtt, de egyébként csak egyszerűen azt jelenti, hogy fogadni az információt, de az, hogy fogadok én valamilyen információt, az nem jelenti azt, hogy egyetértek vele, nem jelenti azt, hogy ellenállok neki, nem jelenti azt, hogy kell vele valamit csinálnom. Tehát legtöbben azért zárják el magukat információktól, mert azt hiszik, hogy akkor valamit tenni kell vele. Nem akarok éber lenni mások szenvedésére egyáltalán, mert akkor tenni kell vele. Nem. Nem, attól, hogy fogadod az információt, neked cselekedni nem kell semmit. Szóval... Csak az jutott erről eszembe, hogy ugye a Szedonában is azt mondod, te is, hogy üdvözölj mindent. Ez valahol egy hasonló dolog, abszolút, amikor csak ugyanaz. Mert képzeld el, most hagyd dicsekedjek el ezen a ponton, és akkor hagylak tovább beszélni, hogy most az új játékom magammal, hogy így vagyok a világban, hogy minden csak welcome. Szóval, hogy mi van, ha nem én megyek keresztül a tapasztalatokon, hanem a tapasztalatok mennek keresztül rajtam, és csak fogadok mindent, nem drakom bele a dobozba, hogy ez jó, rossz, megfelelő, nem, hanem csak... És már emlékszem az arcodra, amikor életemben először találkoztam veled a Szedon tanfolyamon 2016. január 2-án, amikor mondod, hogy csak fogadod. Mondom, miért mondja ezt, hogy És így jönnek a cuccok, és így mondom, És ez az érzem, amikor amikor nem csinálok vele semmit. Nem is szándék, valahogy ez nem is egy csinálás, ez fajta vagyás, létezés. Abszolút. És egyszerűen elképesztő hatása van. Szóval valami ilyesmi ez a receiving is, nem? Abszolút, és akkor... ez lehet, hogy itt egy kicsit sok lesz, de hajlamos vagyok ilyeneket bemondani. Amikor egyszer csak észreveszed, hogy a felbukkanó jelenség és az őt megfigyelő személy is egyszerre bukkannak föl, és a kettő elválaszthatatlan az egész tudatosság terébe, akkor igazán kezd kipörögni minden. Ez az, aminek a vége Tibetbe például, hogyha ezt így tényleg így csinálják, elválaszthatatlanul a fölbukkanó és eltűnő dolgokkal a személy is bukkan föl és tűnik el, ennek a végén jutnak el odáig, hogy kialakul az úgynevezett szivárványtest. Tehát a pogára halál, akkor egyszerűen fölolvad a tudatosság terében és szivárvány színű fényé válik a teste, mint a Jóda mesternek a filmben, ami nagyon jó, de ez itt már egy nagyon vad dolog, és térjünk vissza ehhez a dologhoz, hogy szex és a befogadás, tehát a kettőnek az energiája az, hogy igen, az
a szex, amikor befogadom, de akkor itt tisztázni kéne, hogy mi az a szex. Igen, köszönöm. Mert tehát itt annyi mindent beszélünk, tehát a fogalmakat keverünk, és értem, hogy miért, és így az excessen kívül nem is akarok senkinek belepofezni, használja úgy a fogalmakat, ahogy szeretnéd. Például van, aki azt mondja, hogy az intimitás. Hogy az intimitás öt alapelvéről beszélünk, és annak az excess szempontjában nem része a szex. Ugyanígy a szexet is fölbontottuk 6 különböző részre az excessbe, hogy könnyen lehessen tárgyalni róla. Az egyik dolog, ami előjön, az az érzékkiség. Érzékkiség. Tehát, hogy az érzékkiség, amikor egyszerűen egy érintés, egy finom falat, tehát mivel te a fodrászat felől jössz, hát én például simán bele tudom engedni magam, amikor valaki babrál a hajammal, vágja mindenet, így libabőrös tudok lenni tőle, és ez egy totál buli tud lenni a dolog, és nagyon szeretem. Tehát az érzékiség, de ez megint nem keverendő össze a dugással. Tehát ez egy gyerek és a szülője között a legtermészetesebb dolog tud lenni, hogy megérintik egymást, és jó a testeknek egymáshoz érni. Akkor van a közösülés, ami... testrészek összehelyezése. Igen, testrészek összehelyezése, és az ízlés kérdése, hogy mely testrészek hova és hogyan. Tehát... megérkeztünk! Ja. Tehát így ez tényleg kinek mi köze hozzá, hogy ki hogyan szereti. Aztán van a szexisség, ami egyszerűen, amikor jól érzed magad, sugárzol, ragyogsz. Ez az a helyzet, amikor, hát ez inkább főleg csajokkal fordul elő, bár csuda tudja, nem. De mondjuk főképp csajokkal, hogy amikor kimész az utcára, független attól, hogy hány éves vagy hány kiló, csak egyszerűen jól érzed magad, és kvázi megáll a forgalom, és elkezdenek rád figyelni. És lehet, hogy egy... primitív szinten egy pasinak annyi ugrik be mindössze az egész, hogy hű, de megdugnám. De közben, hogyha odafigyelsz, egy ragyogó nő, az élmény tud lenni a férfi számára, hogy ha, de jó, hogy élek, angyalt láttam. És persze ez nem jelenti azt, hogy nem dugnám meg, de alapvetően mégis ez az élmény először, hogy... Tehát mégis az az élmény, hogy a nőben, úgymond a tantra szerint a világ fényének egy darabja testesül meg. Most, hogy ugye rengeteget utazok, és akárhol megyek, és nézem, hogy a pasik csinálják a barátnőjükről a kis fotókat a különböző helyeken a turistákon, az összes nő, mint egy modell áll be, és ez egy annyira természetes dolog, hiszen lehetsz a legintelligensebb X doktorátussal rendelkező csajszi, akkor is valahol belülről egy ösztönös késztetés, hogy az egyik dolgod, hogy a tudatosság fényét megtestesítsd. És ez egy fontos dolog. Ez egy nagyon lényeges dolog. Ez a merjünk szexinek lenni. Van olyan, aki egyszer hallotta tőlem, azóta is folyamatosan írja a Facebookra, hogy ezt a dumát, hogy sétálj úgy az utcán, minthogyha a pillanat energiája dugna éppen meg, és közben a melleidről
szétsugárzod ennek az orgazmusát a világba, és ezt így, ezzel így megajándékozod a világot. És igen, valahol ez lehet a szexi. És nem mondom, hogy egy pasi nem lehet ilyen. Sőt, tehát így ha belegondolok, mit tudom én, egy Brad Pitt ezerszer sugárzóbb, mint egy Hillary Clinton. Szóval egy óriási különbség van. És akkor ide tenném még azt, hogy mi az, ami ebbe az igazán a szexi. Sokan azt gondolják, hogy ez amikor szétsugárzom. Nem, a dolog ott kezdődik, attól szexi igazán valaki, hogy fogadja az energiáját a világnak. Tehát, ahogy mondtam, mint hogyha a pillanat energiája szeretkezne veled, és ennek az orgazmusát sugárzott ki. Na, ez a szexi. Tehát nem az, hogy hú, én vagyok a dögös, hanem inkább, hogy hello baby, fogadlak. Befogadlak. Ez ezerszer szexibb. Most erről eszembe jutott valami, hogy fú, nagyon jó, amit mondtál szerintem, mert sokszor látom azt, hogy bizonyos lányok úgy sétálnak az utcán, hogy szexik akarnak lenni. Aha. Meg vannak emberek, akik úgy sétálnak az utcán, hogy szexik, és azt fedeztem fel, képzeld el az utóbbi időben, hogy ez egy picit az energia áramlásokkal is össze van kapcsolva, nekem legalábbis, hogy amikor vonzóvá szeretnénk válni az emberek számára, akkor tudatlanul elkezdjük tolni az energiát, és ugye a tolás az taszítást hoz létre. Tehát egyrészt, amikor befogadni akarok is, húznom kell az energiát, nem elvenni, húzni, áramoltatni, de ebbe az irányba. Abszolút. És amikor vonzóvá szeretnék válni valaki számára, akkor tényleg húznom kell az energiát, nem tolnom, és egy csomóan szerintem nem is tudjuk, hogy amikor mondjuk be akarunk cserkészni, mondjuk a nők nevébe tudok most beszélni nőként, amikor be akarunk cserkészni egy pasit, és vonzóvá akarunk válni a számára, akkor nem értjük, hogy miért van az, hogy tök jó minden, és így ponton ezek a csávók eltűnnek szőrén szálán. És a legtöbbször azon, hogy ők maguk sem tudják, hogy mi történik egyébként, tehát nem tudnám megmagyarázni, hogy mi a baj. Egyszerűen csak érzékelik ezt a figyelmet valahol, vagy ezt azért, ez nagyon érdekes. Szóval mindenhol, ahol szexi akarok lenni, húznám-e az energiát ahelyett, hogy tolom kifelé a világba, és taszítok vele mindent. És akkor ide bekötném a pénzt, hogy akik így kergetik a pénzt, és rohannak utána, azok pont ezt csinálják, tolják az energiát, és ezért eltaszítják. Húzzad azt az energiát, húzzad a pénz energiáját, ne toljad. És ezt nagyon sokan összekeverik. Emlékszem, hogy Kesszel gyakoroltunk ilyen energiahúzásokat, és ott volt egy csaj, aki így váltig állította, hogy hű, de húzza, de közben meg úgy tolta, hogy... Tehát a legjobb ezt begyakorolni, amikor nagy a forgalom az étterembe, és próbálod a pincérnek fölhívni a figyelmét, és ő totál immunis a rohanásba arra, hogy ki akarja baszogatni, hogy figyelj már ide. Na, ilyenkor kell húzni. És akkor figyeld meg belül, hogy türelmetlen vagy, és úgy próbálod húzni az energiát, hogy közben az az, hogy figyelj már ide, vagy pedig tényleg hátra dőlsz, és hello, gyere nyugodtan. Szóval igen. Tehát igen, a szexiség, a vonzás, az inkább a befogadás. És akkor itt van a Sedona módszer is, az elengedés. Amikor elengedem azt, hogy tolni akarom az energiát, akkor bele tudok lazulni. Egyébként ez a szexis akarok lenni, ugye Access beszél a fejkábult, szívkábult, ágyékkábult című dologról, hogy ki hogyan hűíti magát, és az ágyékkábult az, aki mindenáron bizonyítani akarja, hogy ő nagyon szexis. Általában az, amit bizonyítani akarsz, az egy olyan dolog, amit te sem hiszel. És hogyha találkozol valakivel, aki mellett a legrondább kisbékának érzed magad,
akkor érdemes rákérdezni, hogy ez kihez tartozik, mert nagyon sokszor ez bizony az a másiké, aki próbál minden áron dögöslek lenni, és megcsinálja magát, és tökéletes, és úgymond a smink, a ruházat, megint csak azt mondom, hogy főképp a női szépség, az lehet, hogy mindezeket azért teszed, mert ebben érzed energetikailag jól magad, és elkezdesz még jobban ragyogni tőle, és itt teljesen a helyén van a dolog, vagy valaki pótlékként ilyen senki vagyok, semmi vagyok, és akkor próbálok úgy tenni, rápakolni és bizonyítani, hogy kapjak figyelmet. Ez megint csak nem a befogadás, hanem a nyomatás. És akkor így születnek, amikor már valaki, ők ez a szétplasztikázott fejek, meg az akkora nagy kacsaszáj, hogy ez az úristen nézett már tükörbe, és nézett, csak annyira eltorzult már az egész dolga a bizonyításba, hogy hát ez nem működik. Na nem, menjünk tovább, tehát érzékiség, közösülés, szexi, és akkor van szexuálisság? Igen, szexuálisság, illetve szexualitás. Olyan, hogy szexuálisság, ez a szó nem létezik, ezt az Access találta ki, azért, hogy megkülönböztessen valamit. A szexualitás, amit szoktak használni, hogy milyen a szexualitás, tehát, hogy te hetero, férfi, ilyen-olyan, te biszex, vagy leszbikus, vagy homoszexuális, vagy ilyesmi. Ezek a címkék, ezek nagyon sokszor egyszerűen ítéletek. Tehát lehet éberség is, de szóval, oké, fogalmazzam egyszerűen. Az biztos, hogy engem a punci izgat föl, és ha csak nem az enyém, a fütyi kevésbé. Nem. És nem az, hogy kevésbé, egyáltalán nem, maximum a sajátom. Viszont, hogyha így ráteszek egy ítéletet, hogy én minden áron be kell, hogy bizonyítsam, mert megint, hogyha be kell, hogy bizonyítsam, akkor nem hiszem el, de úgy fel kell húznom egy falat, hogy én bizony hetero vagyok. Ez nagyon érdekes, mert vannak olyan barátaim, akikkel, hogyha megöleljük egymást, találkozunk, megjelenik az érzékiség, és attól, hogy ő egy férfi, és mitten átkarolja vármat, érzem, hogy ez egy jó élmény, a testem befogad az ő testétől. Ettől még nem fogunk odáig menni, hogy most nekiállunk szexelni. De ez, amíg a szexualitásban vagyunk, az gyakorlatilag az ítéletekkel, bírálatokkal az összeszűkítése a befogadásnak. Nem fogadhatok be mondjuk a férfi barátomtól, mert az már túl buzis. És ez egy baromság. Ez egy totális baromság. Tehát mi van akkor, hogyha teljesen képesek vagyunk befogadni, anélkül, hogy ezt jelentőségtelévé tennénk. Emlékszem, hogy Gary-től kérdezte Julia Sotes, hogy mi kéne ahhoz, hogy olyan befogadó legyen, mint mondjuk Dane. És így ránézett Gary, és azt mondta, hogy olyan soha nem leszel, mert te monogám vagy. És mi van? Mi van? Ez hogy jön ide? Tehát egyszerűen úgy, hogy mivel neki be kell, tehát volt egy olyan alapvetése, hogy ő monogám, és ezt bizonyítania kell, és neki ugye csak ott van a férje, az Anthony, és hát csak vele. Tehát egyszerűen azt jelenti, hogy az egy választás, hogy egyébként közösülni csak vele, de az meg egy
az meg egy ítéletből, tehát egy ítéletből föntartott, hogy nem fogadhatok be olyan mértékig más férfiaktól vagy nőktől energiát, hogy az már oda jusson, amit ugye Majával Kiara alapján kedvességének a kapcsán megállapítottunk. Tehát nem juthat el olyan befogadásig, ami már arra lenne gyanús, hogy ez már szex. Mert fönn kell tartania a monogámiáját, ami egy fix nézőpont, és így ez a szexualitás, tehát monogám, meleg, heteró, akármi, vagy ezek címkék, ítéletek. Na, hogyha most vannak ilyen címkém és ítéleteim, akkor ha én nekem az ítéletből jön, hogy én monogám vagyok, akkor nem tudok befogadni senkitől, aki mondjuk biszexuális. De akkor pénz sem. Tehát senki mástól, mint a párod, meg hogy aki biszexuális, meg aki meleg, meg akármi. Tehát konkrétan ez pontosan olyan, hogy a pénzt úgy tudod befogadni bárkitől, bármitől, hogyha vannak a fejedben olyan ítéletek, hogy nekem korrupciós pénz, mert utálom az egész korrupt politikai rendszert, és mit tudom én mi, és nekem olyan nehéz. Oké, szerinted hányszor kerülne a kezedbe olyan bankjegy, ami egyébként valami korrupt folyamatban részt vett? Tehát, hogyha ott vannak az ítéleteid, hogy honnan nem, mit zárok ki, és pontosan emberekkel is, tehát Geri egyszer dolgozott egy pasival, akinek férfi ruha üzlete volt San Franciscóban, pont egy olyan negyedbe, ahol jellemzően meleg pasik mászkálnak, és utálom ezeket a rohadt köcsögöket, ez volt a nézőpontja, és baromira nem működött az üzlete. És akkor Geri megtanította, hogy engedje már le egy kicsit a falait, kicsit flörtöljön, az ég a világon ez nem jelent semmit, és akkor bejöttek hozzá a vevők, és végre keresett egy kis pénzt. Ja. Szóval a szexualitás, a milyen a szexualitás, ez egy ítélethalom, és ehhez képest találta ki az excess a szexuálisságot. A szexuálisság, sexualness, ugye ez egy ilyen műszó, ami a természetes energiád, a befogadásod, az az alapenergiád, amiből működhetsz. És ez megint csak nem a közösülésről szól. Kisgyerekekből dől ez a szexuáliság, ez egy életerő energia, és nagyon sokan ott tanulják meg lezárni ezt, hogy kisgyerekként ez árad belőlük, és a körülötte levő felnőttek pedig frászt kaptak tőle hirtelen, hogy úristen, beindult a testem egy kisgyerek testétől, mi vagyok én, pedofil segítség, és elkezdenek elkülönülni a gyerektől. És a gyerek meg ezt érzékeli, hogy úristen, valamilyen vagyok, és elkülönülnek tőlem. Na akkor ilyen nem akarok lenni soha többet. És elkezdi lezárni ezt az életerő energiát, ezt a szexuálisságot, ami benne van. Ugye ez megint azt mondom, hogy egy nőnek a egyik oldalról a legnagyobb értéke lehet a ragyogása, amivel így tényleg fényt visz a pillanatokba az életbe, és nagyon sokan azért zárják le, mert úristen, nehogy túl sok figyelmet kapjak, nehogy valaki akarjon tőlem valamit, egyebek, és elkezd lezárni, védekezni, akár odáig megy, hogy nőgyógyászati problémákat tud ezügyben létrehozni magának. Ahelyett, hogy szabadon fogadná, hogy hello, te is meg akarsz dugni?
Jó neked, jó nekem. Nem kell vele semmit tennem. Oké, oké. És jó, lehetséges, hogy a rád irányuló figyelemnek egy része nem túl kedves, mert sajnos annyi hülye ítéletünk van az egész dolgon, hogy mivel megtanultuk, hogy a szex és a pénz is egy elítélhető dolog, ezért csak úgy engedjük meg magunknak mind a kettőt, hogy egy csomó ítéletet kell magunkra tenni, az egész dologra tenni, és folyamatos ítélkezések mögül, és tulajdonképpen a szexuális izgalomnak legtöbbször az ítélkezés már az alapja, és nem az, hogy egyszerűen de jó, csak úgy vagyok. Tehát nem is tudom, hogy valaha volt-e olyan helyzet, ahol ezt nem ítélkezésből csinálták, a szexet. Nekem az a gyanúm, hogy a régi polinéz kultúra az valami ilyen lehetett annak alapján, amit írtak. Tehát így teljesen ledöbbentek a kultúrantropológusok, akik oda mentek, mert azt találták, hogy onnantól, hogy megjelent a szexuális érettség, és így felszabadultak, onnantól kezdve volt egy kijelölt, ez így mi szempontunkból hangzik undorítónak, de volt egy kijelölt nagybácsi vagy nagynéni, aki megtanította a fiatalokat arra, hogy milyen a jó szex, és utána totál szabadon játszottak egymással, mert nem volt olyan nézőpontjuk, hogy ez ilyen, hogy ez kötődik valamihez. És mondtad, hogy a csajok, amikor elkezdenek nyomulni, akkor eltűnnek a pasik, mert az jelen pillanatban az az ítélet, hogy amikor egy pasi ránéz egy nőre, és akarlak, az egy fúj undorító kéjenc, hol a szerelem, és ott van a pozitív ítélet a nőn, hogy de ő meg a nagy szerelmet várja és akarja, és közben attól menekülnek el a pasik, mert őszinte szóval legtöbb nőnek a fejébe ez a drágaságom, megszereztem az enyém, és jaj, segítség. És ahogy Geriek szokták mondani, hogy ez ezerszer betegebbnek hangzik, mint az, hogy dugnánk egyet. Tehát ez a enyém, drágaságom. Igen, tehát a szokták mondani, hogy a nő sokszor azért megy a szexbe, hogy kapcsolata legyen. Pasi meg azért van a kapcsolatban, hogy szexelhessen. Ezt tudom, hogy egy ilyen közhelyes dolognak tűnik, és hogy de hát nem. De nagyon érdekes, nagyon sokan, akik a legtudatosabbak, odafigyelve egyszer csak észrevették, hogy az kezd tényleg így működik. Tehát mitten Geri lánya, Shannon arra, aki abszolút, tehát az egyik legtudatosabb nő, akit ismerek, azt mondja, hogy összeházasodott a férjével, és így ment lefele a szexuális életük. És egyszer csak észrevette, hogy egyik szinten neki is hiányzik, és rohadt mogorva, hogyha nincs meg. Tehát ez a dugatlan, ez nem csak egy hülye duma. Tehát észrevette magán, de a másik oldalról meg volt a tudatalattiában egy ilyen, hogy kipipáltuk, megvan a pasi, nem kell tovább csinálni a dolgot, és akkor így rávette magát, hogy azért mégis, mert ez neki is jó, meg hát akkor meg kapja meg már az élet, azt az oldalát is a dolognak. Én nem tudom, hogy miről beszél Shannon, de valamilyen még sosem történt. Tudom, ez, igen, mindig más emberekről beszélünk, ez a lényeg, hogy az access az arról szól, hogy a facilitátorok már mindent tudnak, és azt csak így elmondják a plebsnek azt, hogy mi a tuti, mert mi már megvilágosodtunk, abszolút ilyenek nem szoktak velünk történni. Soha. Ja. Ja. Szóval így, tehát
Tehát konkrétan ez a Polinész szigetvilágban ez a szabad játék, tehát annak tűnt lehetett tudni, hogy a Hawaii királynőt, amikor összeházasodott a király, akkor ketrecbe tették, amíg az első gyerek meg nem fogant, hogy biztosan a királytól legyen. Bár erre mondtam, hogy van az a ketrec, amiben be lehet lógatni, ha nagyon akarjuk. Sosem értettem, hogy miért vonzódom ennyire a Hawaiihoz, hogy miért van olyan érzés a testemnek, az egy nagyon tápláló energia, amikor ott vagyok, és mindig vissza szeretnék venni. A Hawaiinak az energiája egy rendkívül nőies, ragyogó energia. Ők egy New Yorkhoz képest, ami meg egy abszolút maszkulin, mindenki siet valahova, és tennie kell valamit, az meg egy ilyen abszolút férfias sztori. Okay, szóval maradt még a sorozatból az orgazmikus. Az orgazmikusság, amit általában az a gond, hogy célként tűzünk ki, ahelyett, hogy megengednénk, hogy egyszerűen orgazmikus legyen az életünk, és hogy ehhez sem kell feltétlenül dugni. Nem kell bugyiba nyúlnod hozzá. Elég, hogyha sétálsz a őszi napsütésben, a erdőben, vagy kimész a tengerpartra, vagy belekóstolsz egy finom kajába, vagy egyszerűen megengedheted, hogy az egész élet totál orgazmikus legyen. A tibeti buddhizmusban számbogakájának hívják, úgymond a leegyszerűsítve az energiatestét a megvilágosodottnak, ez gyönyörtestet jelent. Egyszerűen, amikor kinyílik a tudatosság energiája az összes energiasatorna a testedben, akkor az egy olyan orgazmikus érzés, ami tényleg, ahogy szokták mondani, a kisújjad körmében érzel annyit, mint egy normál orgazmus körül az egész testedbe. Lester Levinson a Sedona módszerről, hogy mielőtt úgymond megvilágosodott volna, vagyis tényleg leomlott minden fal közte és a külvilág között, vagyis az abszolút szexbe belement volna, az előttő 2-3 napig Manhattan utcáin föl alá járkált, mert totál orgazmikus volt a teste, miután a csomó hülyeséget elengedte, és akkor föltette a kérdést, hogy lehetne ettől is jobb, és átszakadtak a falak, és tényleg egy béke állapotban mindennel egyévált. És tehát a Shannon azt mondja, hogy az orgazmikusság az, tehát a fizikai orgazmus az segíti a tested, a humanoidok testét abban, hogy tréningezze a testet arra, hogy minél több tudatosságot tudjon megtestesíteni. Ez egy nagyon izgalmas gondolat volt tőle. Ja, szóval izgi. Ja, és akkor még egy dolog, hogyha már humanoid szóba került, hogy igen, az orgazmus meg a szex, hogy milyen fix nézőpontjaink vannak arra, hogy ezt hogyan kéne elérni, meg küzdünk érte, meg egy ahelyett, hogy belelazulnánk. Tehát amikor, nem tudom, volt-e már olyan ott, hogy valaki úgy veti rád magát, hogy mindenáron kielégítelek, és ilyen, ez is ilyen energiatolás. Ahelyett, hogy oda mennénk, hogy hello, tök buli az egész, egy nagy játék, és hogyan tudlak invitálni az orgazmikusság terébe. Ez megint a tolás helyett húzás. És akkor most ide, tehát egy humanoidnak amúgy is, hogyha tényleg belelazul a lényébe, akkor 3 méterre a testétől kezdődik az erogén zónája. Tehát így ezt így fontos tudni.
És akkor átváltok egy picit a pénzre ennek kapcsán. Ahogy az orgazmust céllá teszik egy csomóan, a pénzt teszik céllá, holott, ahogy Steve Bowman fogalmazta meg, akitől a legdirektebb átadást kaptam így, hogy végtelen bőség van. Tehát neki hittem el először az életembe, hogy végtelen bőség van a világban. Szóval... Na jó, mert megint sikerült annyira túlbeszélnem, hogy elmarad... Ja, igen, megvan. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy a vállalkozásodnak, hogyha a pénz a célja, ez olyan, mint a... Ahelyett, hogy vetkőzzünk le és bolondozzunk, ahelyett orgazmust kergetünk. Tehát, hogyha pénz a célja a vállalkozásodnak, akkor az nem fog működni annyira, amennyire szeretnél. Hogyha a vállalkozásodnak a célja a lehetőségek megnyitása, a változás teremtése, akkor annak a mellékhatásaként megjelenik a pénz. Kicsit vulgáris, de szóval nem azért... nem azért kell kakínod a WC-n, vagy nem azért eszel, hogy kakíjál, hanem az csak egy mellék hatása annak, hogy ettél. Ugyanígy a pénz is olyan, mint a szar. Mellékhatása annak, hogy lehetőségeket teremtesz, és változásokat hozol a világba. És ugyanúgy igazándiból, hogyha beleengeded magad az orgazmikusságba, a együtt játszunk és bolondozunk, és ennek a mellékhatása lehet egy jó orgazmus. Én ezt bizton állíthatom, hogy ez működik, amikor a lehetőségek teremtése vált a célommá, a pénzkeresése helyett, akkor úgy egészen varázslatosan megváltozott minden a világomban. Egyfelől keletkezett egy könnyedség is, és meg az öröm is megjelent, aztán az öröm ugye, vagyis hát a pénz az örömet követi elven alapon, az is okozott egy könnyedséget, de ez annyira jó, amit mondtál, mert szerintem olyan kevesen értik ezt, mert ugyanígy vagyunk a pénzzel is valahol, hogy annyira meg akarjuk szerezni, hogy toljuk az energiát, és gyakorlatilag kint tartjuk. Tehát, hogy ennyi választ el tőle, hogy itt legyen az $1 millió, de soha nem lesz itt, mert annyira akarom, hogy mindig, amikor közelebb lépek, úgyhogy kicsit eltolom, és mindig csak tologatom magam előtt, és közben tényleg ilyen közel van. Aha, igen, és te, itt van az, hogy az akarás egyenlő hiányzik. Egyszerűen ennyi, és tehát ugye a Sedona módszer, elengedni az akarást, és megengedni a teljességét az egésznek, tehát hogy megengedni azzal, hogy elengedem az akarást, hogy minden oké, hogy van, hogy bőség van. És igen, mi lenne, hogyha az egész élet orgazmikus lenne, és a pénzt is megengedett, hogy ítélet nélkül orgazmikus legyen, és akkor van egy érdekes gyakorlat. Szóval szerintem csináljuk meg. Jó. Csináljuk meg. Ez a vérbőséges? Egy kicsit, igen, az. De egyébként, tudod, mi a legdurvább? Bocsi, most 137-en vagyunk, de most veled direktből beszélgetek, hogy minden, amit elmondtál, az pont így képzeltem el a fejemben tegnap este, amikor azon gondolkodtam, hogy miről fogok az Andrással beszélgetni, és mondom, hozzam kéne egy gyakorlatot, és ezt nem hiszem el, imádom. Jaj, de szeretlek, mi mindig össze vagyunk, akkor látod. Ja, nem kell megbeszélni, hogy miről beszélünk, mert... Már megvan minden jó. Minden is megvan beszélve. Igen, akkor csináljuk. Okay. Na, akkor mindenki. Jó, szóval hajlandó lennél most felidézni
mondjuk a legutolsó orgazmikus élményt, amit volt. Ennek az energiáját ide hívni, hogy milyen az, amikor orgazmikus vagy, milyen az orgazmusod. És képzeld el, hogy ezt az energiát mondjuk elkezded fölfele a földből húzni bele a testedbe. És csak egyszerűen lazán, könnyedén engedd meg, hogy itt legyen. És engedd meg, hogy tényleg oda menjen a nemi szerveidhez ez az energia, és ott legyen ez az orgazmikusság, amennyire csak lehet. És minden, amivel ezt az egészet hárítanád, vagy nem engednéd, azt hajlandó lennél elpusztítani, nem teremtetté tenni. Teljes helytelen, jó, rossz volt. Mind a 9 rövidek fiúk, és túlontúr. Szóval egyszerűen engedd meg, és utána kezd el ezt az öröm orgazmikusság energiát az egész világból a testet felé húzni könnyedén. Mindenhonnan az egész világból. Oké. És most arra kérlek, hogy a pénz energiáját kezd el a világból magad felé húzni. Hát jön feléd rengeteg pénz. Szabadon áramlik feléd. És arra kérlek, hogy figyeld meg, mondjuk az ágyékodnál, hogy miközben feléd áramlik a pénz, maradt az orgazmikusság, vagy növekedett, vagy éppen megállt. Mi történt? És hogyha megállítottad valamiért az orgazmikusságot azzal, hogy pénzt húztál be, ezt hajlandó lennél mindent, ami miatt ez van, elpusztítani és nem teremtetté tenni. Helyes helytelen, jó, rossz fotok, mind a 9 rövidek fiúk és túlontúl. Az egyedüli dolog, amivel megállíthattad, hogyha megállt, az, hogy olyan ítéleteid vannak, vagy az orgazmusról, vagy a pénzről, amik ezt nem teszik lehetővé, és nézd rá, engedd el, potpokol, tisztítsd ki. Mert igazándiból, hogyha szabadon megengeded, akkor totál orgazmikus lehet. És akkor itt bármely életedben, valóságodban voltál kurva, és eldöntötted, hogy a pénz és a szex nem fordulhat elő együtt, mert az hű, de rossz, ezt elpusztítanád, nem teremtettetni, de helyesejtelen jó rossz volt, hogy mindenki lesz rövidek fiúk, és túlontul. Na, remélem nektek legalább olyan jó volt, mint nekem. Akkor most 138-an szexeltünk. Hát igen. Február-márciusban megint vezetek egy csoportot Indiába. November végig lehet jelentkezni. És az egyik buli, hogy megyünk Kajuráhóba, ahol a szex templomok vannak, ahol így olyan faragványok vannak, ahol kiderül, hogy a szex az magánügy, arra az 5-6 emberre tartozik, aki részt vesz benne. Most akkor egy ilyen 140-es orgiát meg lehetne még faragni ott a kövekben. Szóval még egyetlen pici dolgot szeretnék ide a végére berakni, aha, és szeretném, hogyha mondanál ezzel kapcsolatban egy pár gondolatot, nem akarom itt a csapatot, nem tudom mennyi az idő, mennyi. Jézusom, 8 óra 57, wow. Tök jó. Szóval ugye van ez az elképzelés, hogy ki szexel, aha, kinek van szüksége szexre, kinek van szüksége a pénzre, és
És ugye ez a, hogyha felteszem azt a kérdést, hogy vajon egy végtelen lénynek szüksége van egy szexre. De most arra a szexre gondolok, amikor összeteszed. Aha, igen. Jó, az igen, azt hozzá kell. Aha. Vagy ki az, akinek egy végtelen lénynek szüksége van-e pénzre? És ugye a legtöbb, de nekem mindig az én, hogy a testemnek van-e szüksége, a végtelen lényemnek nincsen. Szóval, aha, hogyha a testemnek van szüksége a pénzre, és a végtelen lényemnek van szüksége a pénzre, akkor túl azon, hogy én itt ki akarom találni, hogy hogyan juthatok szexhez, vagy hogyan juthatok pénzhez, milyen lehetőségeim vannak, András, a testemmel, hogy hogyan tudok együttműködni, egységközösségbe lépni a testemmel, hogy mi ketten hozzuk létre a pénzt. Hú, ez egy nagy falat. Ez egy következő live téma lenne, tehát engedjük el. Azt mondom, hogy erről érdemes lenne egy sokkal-sokkal hosszabban beszélgetni, de azért nem hagyom teljesen a feladott labdát lecsapatlanul. Egyszerűen, tehát egy, hajlandó lennél-e kiszelni ezekből a spirituális nézőpontokból, ahol a pénzt, a szexet, a testet rosszá teszed, mert majd a mennyország, meg a nirvána, meg a tudatosság, meg a mit én mi, ami már túl van minden, nem, a tudatosság az magába foglal mindent. És a végtelen lényednek igenis hozzájárulás a test. Abszolút hozzájárulás. Tehát pont az volt az egyik legnagyobb döbbenet, ahol tehát így most rájöttem, hogy milyen mértékig akartam több helyen egyszerűen kikerülni az életet, a világot, és elmenekülni, hogy annyira nem éreztem egy jó darabig azt, hogy van választásom ebbe a világba, hogy az egyedüli választásom az volt, hogy azt mondom a világnak, hogy bazd meg, és elvonulok a saját fejembe, a fantáziámba, a helyességembe, helytelenségembe, és rájöttünk, hogy egy csomó körülöttünk levő testetlen entitás, annak azért nincsen teste, és azért akar esetleg időnként másokéba beledumálni, mert nem vállalja, hogy van teste. Nem, olyan szinten nem hajlandó elköteleződni az élet teremtése irányába, hogy inkább beleugat valaki másik testébe, aki persze csak az engedi meg, hogy beleugassanak az ő testének aki szintén kevésbé akarja vállalni. Aki nincs jelen azzal, hogy teremts, és egyszerűen mi van, hogyha teremted a testedet, teremted a pénzt, teremted a szexet, megengeded ezeket a dolgokat, mert ezek hozzájárulások neked, nem kell semmit kizárni. A végtelennek része ez is. És a legegyszerűbb dolog, hogy kérd meg a testedet, hogy a kvantum összefonódások útján, az energiai útján, a bármilyen módon járuljon már hozzá a pénzteremtésedhez. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy fogod a testedet, és elmész vele a bányába keményen dolgozni a pénzért, vagy pedig kiteszed a placra, azt árulod a testedet, mint prosti, hanem egyszerűen a energetikailag hozzájárulás lehet. És egy csomó mindent, tehát ennyi erővel nem csak a testedet, tehát a fizikai megtestesülés az nem csak a testedet jelenti. Ezt az Access is mondja, a buddhizmus is, nirmanakája, vagyis varástest, vagyis a fizikai megtestesülésként az egész univerzum a te fizikai megtestesülésed. Végtelen lény, a végtelen lényben van a test, de az Androméda köd is benne van a végtelen lényedben, hiszen te vagy a térűr, és akkor tehát eleve úgy fogjuk föl, hogy van ez a test, meg a külvilág, holott ez egy közös
térnek a része. Nemrégiben az egyik Sedona tanfolyamomnak a részletét föltöttem a YouTube-ra, ahol pont ezt így lerajzolgatom. Hogy itt a test, itt a pénz, de gyakorlatilag a papír, amire rajzoltam, annak a egysége. Tehát az a végtelen bőség, a tudatosság a végtelen bőség. És ennek eleme a test is. Tehát egyszerűen kérd meg a testedet, hogy hozzájárulás legyen. Milyen energiatérű tudatosság lehetek én és a testem, ami lehetővé teszi, hogy végtelen hozzájárulások legyünk a gazdagság generálásához és aktualizálásához teljes könnyedséggel. Minden, ami ezt nem engedi, elpusztítanád, nem teremtetté tenné le. Helyes, helytelen, jó, rossz polpok, mind a 9 rövidek fiúk és túlon túl. Wow. Hát nagyon. Köszi. Wow. Egyébként vannak ilyen tervezetek ezzel a témával. Tehát ugye, most már végre kiegyeztünk, hogy januárban együtt megcsináljuk ezt a Hogyan Válj kézikönyv könyvklubot. Igen. Ez egy buli, és jövőre jön egy részemről egy hosszú pénzes, tehát így a van ez az angol ma is rags to riches, tehát a csóróságtól a gazdagságig szeretnék egy ilyen nagyon hosszú programot Sedonával, Access-szel csinálni, megjönni fog egy komoly szex és szexkurzus, és ezek jövőre, és ezek ilyen hosszabbak lesznek. Tehát most is ugye csinálom a Sedonával a 90 napos elengedést, és ennek a mintájára valami nagyon hosszú. Mert azt látom, hogy ezekre a témákra akkora görcsöt tettünk rá, olyan sok ítéletet, hogy lehet, hogy hosszan kell takarítani. De egyébként van egy tippem, hogy ne kelljen hosszan takarítani, tehát így nem arról van szó, hogy valami hosszú programot eladni akarok nektek, csak látom, hogy sokaknak van rá igénye, hanem inkább, tehát, hogy lépjünk már oda mindannyian. A leghamarabb úgy tudsz odalépni, hogy abba hagyod a harcot saját magaddal. Az ítélkezés saját magaddal. Hogyha most nincs orgazmusod, és küzdesz vele. Meg lehet találni az eszközöket rá, hogy ez így felszabadítható legyen. Nincs pénzed, az is elérhető. Hagyd abba, hogy bántod magad ezek miatt. És hogyha megélvezed őket, és utána ezért bántod magad, mert nem szabadna élvezni, hagyd abba. Hagyd abba az ítélkezést. Ez az a legfontosabb dolog, amire invitálni tudlak. És vedd észre azt, hogy hol tolod az energiát, ahol húzni kell. Ja. Szóval, oké, egy pár dolgot akkor itt a végére, még amíg itt vagyunk mindannyian. Szóval az Andrásnak van a Facebook, két Facebook csoportja. Van a Sedona elengedés csoport, mindent ide fogok mindjárt majd a végén posztolni, jó? A kommentekbe. Szóval van a tudatosság tere. Játszótere Andrással. Aztán van a Sedona elengedős csoportot, szóval, hogyha kíváncsiak vagytok bármire, meg szeretnétek jó kis eszközöket, akkor csatlakozzatok Andráshoz. Nekem van ugye a Boldogság, a Boldog Közösség Facebook csoportom, és akkor amiről az András az előbb beszélt, és már nagyon sokan kértétek, hogy kaptam e-maileket, hogy hogy lehet csatlakozni a könyvklubhoz, és azt eltoltuk most januárra, úgyhogy ezeknek a részleteit majd Andrással kiposztoljuk. Ez egy 6 részes Zoom előadássorozat lesz, és a Hogyan Válj Pénzzé 13 részét felosztottuk 2-2-2 hívásonként. Úgyhogy annak a részleteit majd kirakjuk szintén, de ezekben a csoportokban ezt mind megtaláljátok. Ezen kívül pedig,
hogyha vége van ennek a live-nak, akkor majd megtaláljátok ezt a YouTube-on, Andrásnál is, nálam is, illetve ugye egy podcast formájában meghallgatható a weboldalamon, ez a nikoletterdei.com, vagy fent van a SoundCloud-on, ez a SoundCloud/Nikoletterdei. És akkor séta közben is meg tudjátok hallgatni kép nélkül, ezt csak ezért szerettem volna elmondani, hogy tudjátok, hogy meg tudjátok ezt csak simán hanggal is hallgatni majd. Majd Andrásnak is ezeket elküldöm, a hanganyagokat is, és akkor ő is majd kirakja a saját felületeire, úgyhogy tartsatok velünk egyébként, meg leginkább Andrással, és köszönöm, hogy szexeltél volna ilyen korán reggel, mert hogy megéri, higgyétek el, én a világ leghálásabb embere vagyok, hogy besétáltam abba a terembe 2016. január 2-án, és találkoztam. Azóta akarok veled szexelni, úgyhogy... De elengedem az akarást. Akkor el volt törve a lábam, te! A gipszert az is szexi. Wow. Szóval köszönjük szépen, hogy ennyire sokan velünk tartottatok. Én tényleg nem tudom, hogy mit mondjak, ugyanis volt olyan pillanat, amikor 150-en voltunk. És ide a végére hagyd mondjam el nektek, hogy nagyon-nagyon hálásak lennénk, ha minél többen megosztanátok ezt a videót, mert annyira szuper lenne, hogyha más beszélgetések, más nézőpontok és új járdalapok, amikről nem is tudtuk, hogy léteznek, azok eljutnának mindenkihez, bárkihez, aki nyitott ezekre a gondolatokra. Úgyhogy szuper volna, ha megosztanátok, és nagyon-nagyon hálásak lennénk értem mind a ketten. És tényleg még egyszer köszi, hogy itt voltatok meg, hogy végignéztétek, hát másfél órája csak duálunk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és... Én is nagyon köszönöm. És orgazmikus gazdagságot mindenkinek. Yeah! Akkor most mindenki menjen maszturbálni, sziasztok! Szevasztok! Sziasztok!